Jó napot, szép délután kívánok ebben az utolsó esőben. Nem tudom, kell a mikrofon? Jó. Tehát akkor jó napot, szép délután kívánok. Végre, most Budapesten is bemutathatjuk Szárvai Géza Makáma Szutra című nagyregényét, ami már Erdélyben közönség elé került, és már az első visszajelzések meg is érkeztek. Én már azt Szálva Ilona tudja, hogy már könyvféten odaálltam a sátor elé, és megkérdeztem, hogy mikor, hol van a könyv, a Géza könyve, de tessék, megérkezett. A címe az nagyon talányos, Makáma Szutra. Ugye a Makáma egy prózai szövegnek a formája, méghozzá arab eredetű, a Káma Szútra pedig szanszkrit, ősi szanszkrit. Hogy lett a címe ez, és miért? Hát mindenek előtt köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ebben a szépnek nem mondható időben eljöttek ide Káma Szútrát nézni. Ugyanis a Makáma Szutrát, ha a címét megnézi bárki a könyvnek, rögtön beugrik a mindannyiunk által ismert alapmű, az emberiség pár ezer évre visszatekintő történetének egyik alapműve, a Káma Szutra, amely, hogy is mondjam, de hát nem mondom sajnos, mert tudjuk, hogy miről szól a Káma Szutra. És a makáma az egy kevéssé ismert kifejezés. Az iskolában a jobb tanulók találkoznak vele, de aki nem találkozott ezzel a szóval, hogy Makáma Szutra, az is találkozott gyerekkorában magával a jelenséggel, magyar népességben, de különben az ezer egy éjszaka meséi, ilyen makámában vannak írva, csupán csak annyit jelent, hogy a prózában folyó elmesélés során az elmesélő azért, hogy a hallgató is, meg ő maga is megjegyezzen valamit, ugye a magyar mesékben varázsige. Hát az is egy rímes, emlékeztető, memória segítő procedúra, és hát így született a Ezer egy éjszaka mesesorozata, tehát aki gyerekkorában találkozott az Ezer egy éjszakával, és ugyan ki nem találkozott, ha olvasott, vagy meséltek neki magyar népmeséket, akkor pontosan tudja, hogy mi a makáma, ha nem is tudja, hogy ez a neve, mert ezen az arab néven terjedt el a prózai mesélésnek ez a technikája. Egyébként az első makámát Arany János írta magyar nyelven, az a cím, hogy Poloska. Tehát gyakorlatilag én egy olyan regényt akartam írni nagyon régtől, amely a rímet abban az értelemben használja, ahogy kiterjesztett értelemben már az Ezer egy éjszakában is szerepel, tehát visszatérő motívumok, ugyanis mi a rím? Nyelvileg két hasonló végű szónak az összecsengése. Valaminek az összecsengése. Két hasonlónak egymáshoz viszonyítása. És akkor azt mondja egy 16 esztendős fiatalember a regényben, Korom Robert, hogy hát bizony nem csak a nyelven vannak rímek, hanem minden, ami egymáshoz hasonlít, az életben körülöttünk, azt nevezhetjük rímnek. Ránéz a barátja, Korom Robert, a Korom Robert barátja, Farkas Géza ránéz a tanteremben a térképre, ugyanis minden osztályban, minden tanteremben általában van egy világtérkép, és azt mondja, hogy neki a nagymamája Amerikából jött vissza, és számára Amerika a világ egyik fele, a másik felén sajnos keleten él, ő itt Kelet-Európában, és azt mondja, hogy hát ez a világ önmaga egy rím, hiszen így kiterítve a térképre úgy néz ki, mint egy kinyitott könyv. A könyv jobb oldalán
Európa és Afrika, ezzel a cikcakos vonallal, a másik oldalán fönn a tetőtől tartik ugye Amerika, ugyanolyan cikcakos vonallal, és a két vonal rímel egymással. Tehát a könyv, a világ, mint kinyitott könyv, két oldalán, itt ez a hasonlatos, egymásba illeszkedő vonal, törésvonal, és középen sűvít kelet és nyugat között a rím. Így éli meg a rímet, mint a világban sűvítő, néha zúzó, néha teremtő erőt, a könyv egyik hőse, Farkas Géza. Tehát a rím egy ilyen kiterjesztett értelemben használtatik. Tehát amikor azt a címet adtam a könyvnek, hogy Makámaszutra, akkor benne volt az is, hogy hát az élet, maga az élet a lehető legtágasabb teljességében, különös tekintettel a hasonlóságokra, és ami elválaszt embereket és összeköt, és adtam a könyvnek egy alcímet is. Én a régebbi könyveim egyikében használtam ezt az alcím, ezt a fogalmat, hogy kisregények és nagyregények. Most a következő években ki fog még inkább derülni, hogy miért. Itt a Makámaszutra alcíme pedig az, hogy kisregények és nagyregények az ideiglenes emberi érintkezések zónájában. Tehát az ideiglenes emberi érintkezésekről szól a Kámaszutra. Igen, ideiglenes. Ez magyarázza a könyvnek a címét, egyébként pedig arab nyelvből fordító barátom így rám csodálkozott, és azt mondta, hogy te Géza, hát ez, ő arab szakos, és nagyon komoly könyveket fordított arabra. Azt mondja, Géza, ez, hogy Makámaszutra, nehogy nekem azt mondta, hogy itt 1-2 ezer év alatt senkinek nem jutott eszébe a Makámát és a Kámaszutrát összevonni. Mondom, hogy nem. És azt mondja, utána néztél, utána. Mondom, sajnos, itt 1500 év alatt csak nekem jutott eszembe. Ültünk és csodálkoztunk. Nekem van egy harmadik variációm is a címre, azt mondtam az előbb neked, mert végül is ez egy olyan Makámaszutra, amelyik a 20. századot követi végig, egészen az első világháború előttől, ugye akkor még nem tudták, hogy első, tehát a világháborútól kezdve egészen szinte napjainkig. Tehát azt mondják a Kámaszutrára, hogy nem egyszerűen a szerelmi érintkezésnek a könyve, hanem az életre tanító könyv, hiszen ott szabályokat fektetnek le, hogy a feleség, a kéhölgy, hogyan viselkedjen a házasságban, hogyan viselkedjen a társaságban. Tehát ennél sokkal bővebb, úgy, ahogy a te könyved is sokkal bővebb, hiszen itt a történelem sodorja jobbra-balra az embereket, és kerülnek különböző helyzetekbe. Tehát ez a 20. századdal szorosan összefüggő Kámaszutra. Igen, hát hogy ez a Makámaszutra valamit átfogjon, legkézenfekvőbb az első világháborútól napjainkig. A történetek ezt a körülbelül 100 évet fogják át. Budapesten kezdődik a regény a Tanácsköztársaság utáni időben, amikor a román hadsereg elfoglalja Budapestet, tehát egy okkupációs román hadsereg jelenléte, és hát ennek mind a mai napig sokan lelkületileg is megszenvedik, ugyanakkor akkoriban sokan felszabadultak, mert hát végig a kommunizmusnak. Románok hoztak valamit, ami nem kommunizmus, igaz, hogy vittek valamit, amiről nem lehet tudni, hogy mi az. Leszerelték a gyárakat is, elvitte a fiatal román főhadnagy, akit úgy hívnak, hogy Stefanescu, Aurelian, de ugye ő franciás, ami minden román értelmiségi, franciásan használta a nevét, Aurelien Stefanescu. És hát elvitte a 18 éves Perlemicit Budapestről, és az ő életük is aztán a könyv végén
lekerekedik, nem volt egy mozgalmasságtól mentes élet. Tehát ez a 100 év benne van, de a 100 évnek azzal a időhöz, a 100 éven belüli időhöz kötöttség nagyon fontos. Adott pillanatban azt mondja az egyik szereplő, van itt egy költő, egy román költő, aki mindenféle fantazmagóriákat megforgat a fejébe, és az élete is egészen elképesztő. A neve Ovidiu Berenga, és ez az Ovidiu Berenga, ez gyűlöli a rímeket, ő szabad verseket akar írni, és Ovidiu Berenga azt mondja, nagyon fiatalon, hogy a rímek tették tönkre az emberiséget. De itt volt egy háború, 914-18-ig. És egyszer csak valaki azt mondta rá, hogy első világháború. Addig csak annyit mondtak róla, hogy világháború. De miért mondták, hogy első világháború? Hát akkor ezzel bevezették a rímkényszert, most már mindenki kezdte várni, hogy legyen egy második világháború. És azt mondja Berenga, hogy Ovidiu Berenga, hogy ez a rím kényszer teszi tönkre az emberiséget. Mert aztán mi lesz, ha lesz egy harmadik világháború? És akkor azt mondja, hogy uraim, tanítványa is vannak, fiúk, ne féljetek, 5 világháború, 5-nél több, a rímbe is sok. Tehát 5 világháborúnál több nem lesz, annyit úgy sem bír ki, sem a nyelv, sem a jóízlés, pláne ez a kicsi föld. Tehát itt a makáma szerűsége és kámaszutra szerűsége az élet alap erőinek igencsak több oldalról van jelen. Mielőtt felolvasolod, mondjuk el, hogy mi a szutra. Jaj, a szutra. A szutra az egészen egyszerűen tanítás, ezt jelenti, de itt ebben a könyvben a szutra, mint egyébként az alapszövegekben is, így 2000 évre visszamenően, lényegében egy jelent, hogy fejezet, és hát ezek a fejezetek olykor alapvető dolgokra térnek vissza, ebben is van rím, és akkor felolvasok egy nagyon rövid szutrát a könyvből, és ezzel be is vezetjük önmagunkat a tudás világába, vissza a Bibliához, tehát a címe Tudás Szutra. Van egy alatt a cím alatt a véredbe írva. Olvasd és add tovább. Ádám volt a legelső férfi a Földön. Egyedül volt, és semmit nem tudott. Éva pedig a legelső nő vala a Földön. Mint nő, egyedül volt, és semmit nem tudott. Ők ketten, Ádám és Éva, együtt sem tudtak semmit. Egy gyönyörű kertben éltek, a kertben fák nőttek, rajtuk gyümölcsök értek, micsoda zóna. És ott terebélyeskedett többek között a tudás fája. Azon is termett gyümölcs, szép, érett, feszes, gömbölyű tudás. De tilos volt enni belőle, mégis ettek a fa gyümölcséből mind a ketten, Ádám is, Éva is. Vérükbe jutott, vérükké vált a tudás. A frissen fogyasztott tudástól megokosodott Ádám. Kivágta és deszkákra hasogatta a tudás fáját. Ágyat ácsolt belőle, így aztán csupa tudás vette körül őket, amikor ágyba feküdtek Évával. A lábjegyzet kiegészül, analfabéták vagyunk. Zokogta sok ezer évvel később Pompéri Konstancia, már fáradtan keringő vérének, alig hallható, szavára fülelve. Köszönöm szépen, és akkor még egy kicsit beszéljünk arról, mielőtt tovább felolvasol, hogy ez egy olyan könyv, ami férfiakról és nőkről szól, de közben pedig, ahogy az előbb mondtad is, életregények is vannak benne, tehát van úgy, hogy 5 női generációt követ végig a regény, vagy az első színben, az első részletben megjelenő figurák a végén is feltűnnek, tehát végig kíséred, ugye mozaik szerűen, de végig kíséred az életüket.
Tehát több családregény is van benne, és több nagyszerű férfi és nő, de ahogy mondtam az előbb neked, hogy ez egy multikulti könyv, mert ugye a címe részben arab, részben szanszkrit, másrészt viszont benne vannak a románok, a magyarok, a németek, akik egymásról nagyon csúnyákat mondanak, de gyakorlatilag együtt élnek. Hát ugye én arról nem tehetek, hogy a Földön van 103 vagy 111, már nem tudom hány állam van, 3000 nyelv, ezek keverednek, Erdély pedig sajnos, vagy hál' Istennek mindig ennek az egész globális közérzetnek a, ha lehet azt mondani, laboratóriuma volt, és hát én ezt természetesnek tartom, ugyanakkor nem egy könnyű dolog, és itt, hogyha nem egy könnyű dolog ezt megélni, és itt, ahogy ez most hirtelen felvetődött, én nem tudtam, hogy mikor és mit kérdezel tőlem, de így készen lépve kicéduláztam a magálmaszutrát, és hát én régen egy másik könyvembe leírtam egy mondatot, amit sok a Szép Jeruzsálembe leírtam egy mondatot, amit sokszor idéznek. Az így hangzik, hogy annak is van történelmi tudata, akinek nincs történelmi tudása. Tehát sokan vagyunk, nincs semmi tudásunk a történelmről, de attól van történelmi tudatunk, és ha ez a kérdés fölmerül, akkor már felolvasnék egy rövid szutrát, amelynek az a címe, hogy Korom Róbert világtörténete. Korom Róbertet még visszatérünk. Tehát Korom Róbert világtörténete. Nem hosszú ez a világtörténet, a legrövidebb azt hiszem, amivel szembesülnek. Korom Róbert világtörténete, szutra. Mondogatta magában nevezett Korom Róbert, fűrészelés közben, hosszú éveken át, kisgyerekkorától kezdve. Hát a világháború, az történelem. Előtte van még teremtés, vízözön, ez az, minden összesítve, Biblia. De a vízözön óta nem említenék semmit, csak is a világháború. A földre teljesen ráborult, mint a vízözön. És nyomot hagyott mindkettő a földre. Az első világháború mostanában már csak a számozás miatt érdekes. A helyzet végleges. Már senki nem tudja, ki volt, ki ellen, de a macsok korban német ott volt a világháború kirobbantásánál. A hűséges magyarok kitartottak a korba barom németek mellett, akik már induláskor elvesztették az első világháború. És a hűséges magyarok országát a macsok korba győztesek felosztották, alig maradt a magyaroknak belőle annyi maradék ország, hogy valahol ők is lakjanak. És igazságtalanul sokat adtak a győztes nagyhatalmak Magyarországból a macsok korba románoknak, akik nem voltak hűségesek senkihez, és odaadták nekik Erdélyt. Pedig még csak győztesek sem voltak a macsakkorra románok, csak nyertesek. A második világháborút is kirobbantották a németek, és megint velük szövetségben voltak a hűséges magyarok. És a korva barom németekkel voltak kezdetben a románok is. A senkihez soha nem hűséges macsakkorra románok a második világháborúban is folyton lesték, hogy ki fog győzni. Most még lehet tudni, hogy ki a fene harcolt a második világháborúban, ki a fene ellen. Amerika is, Oroszország is, a mindig háborút kirobbantó mocsok, kurva barom Hitler németek ellen. A mindig áruló kurva románok figyelték, hogy még győzteshez álljanak. Amerika messze volt, így átálltak az oroszokhoz. A hülye, buta barom magyarok nem álltak sehol. Maradtak hűséges vesztesnek a barom náci németek mellett. Na és ismét a hűséges magyarok országát a macsok korba győztesek felosztották, alig maradt a magyaroknak belőle annyi maradék ország, hogy valahol ők is lakjanak. És igazságtalanul sokat adtak a győztes nagyhatalmak Magyarországból a macsok korba románoknak, akik soha nem voltak hűségesek senkihez. Megint odaadták nekik Erdélyt, még csak győztesek sem voltak a korba románok, most is csak nyertesek. A mocsok, beteg lelkű barom németek most a második világháború után éppen ki vannak pucintva.
nyugatnémetekre, keletnémetekre, osztráknémetekre, svájci németekre, erdélyi németekre vannak darabolva, nehogy együtt túl hamar kirobbanthassák a harmadik világháborút. Korom Robertet, ha büntetésből nem ütötte, rúgta, rúgdosta, taposta az apja, a barom náci német Korom Árpád, akkor odarakta fűrészelni. Az udvar végében, a műhelyek kialakított hajdani istállók mellett a fészerben kellett tűzifának fűrészelni a rönköket. Az édesanyja is, a nagyanyja is, Farkas Géza is segített volna Korom Robertnek két személyes harcsa fűrészsel. De Korom Árpád mordult, büntetés. Korom Árpád ott ült valamelyik műhelyében, vagy az udvaron javított motor, autó, cséplőgépet, bármit, és hallgatta a büntetett Korom Robert fűrészének nyikorgását a rönkben. Ha a fűrészlap beszorult a kemény fába, netán elszakadt, akkor a német náci Korom Árpád megverte, rúgdosta, taposta Korom Robertet, hogy megjavította a fűrészt. Korom Robert állt a bak mellett, fűrészelte a rönköket, és hallgatta a rendszertelen ismétlődések rímelő fűrész hangját. Aláfestették, kísérték a gondolatait. A kurva, bamba, barom németek pedig így szétszaggatva és kitartóan ügyködnek a harmadik világháború kirobbantásán. Amíg bamba, barom német van a földön, addig háború és pusztítás is van. A kitartó bamba, barom német mindent kitalál, megcsinál bombát, rakétát, és mindig szükség van rá. Ezért sosem pusztítják el a veszedelmes bamba német barmokat. Korom Robert fűrészel, és hallgatja a fűrész rímelő hangzását a fában. Ha beszorul, vagy szakad a fűrészlap, várja a verést. Olykor sokáig kell várnia, mert Korom Árpád nem mindig az udvaron, nem mindig otthon szerel. Hozzák viszik, mert bárhol bármit megjavít, megszerel. Motort, faliórát, géppuskát, románoknak tankot, oroszoknak tankot. Barom német náci lépére beviszik a román hadsereg műhelyébe, beviszik az orosz hadsereg műhelyébe. Korom Árpádra szükség van, ha halálra ítélnék, sem végeznék ki, akkor a halál soron szerelne. Szükség van rá, senkitől nem tart, senkitől nem fél, és ha nincs a halál soron, akkor hazajön, megveri, megrugdossa, megtapossa Korom Robertet, hogy megjavítja a fűrészt. Korom Robert, amikor még kicsi volt, azt mondta Farkas Gézának, és ezen sírt is. Aki a motorokat javítja, az a világ motorja. És fűrészelt, és azt mondta az apjáról, a kurva barom német náci Korom Árpádról, hogy ő a világtörténelem motorja. Meg fog ölni engem a világtörténelem motorja. Ez a regény tulajdonképpen az eddigi életművednek szinte minden művéhez kapcsolódik valamilyen módon. Tehát mintha egy nagy összegzés is lenne egyben, mert a csodálatos országokba hoztak, vagy a kivégezzük nagyapádat, nagyon sok eleme visszaköszön. Tehát sőt, még az Aletta bárkája is, úgyhogy hiszen itt Amerikától egészen Bécsig szintén vannak szálak, amik vezetnek. Tehát igazon van ebben, hogy azért ebben az összes életről való tudásod próbáltad így összeszőni egy regényben? Hát feltétlenül igazad van, mert amit mondasz, az tény. A könyv, a Kámaszútra arra appellál, ami engem gyerekkoromtól foglalkoztatott, hogy és amit leginkább életemben megfogalmazva egyetlen egy szerzőnél láttam, Bánfi Miklósnál, erdélyi történetíró. Bánfi Miklós azt mondta, hogy itt fönn mi is úgy szeretünk, mint lent a kazalban a jobbágylán. Ezt szebben mondja, de egészen érdekes ez a viszonyulás, hogy lehet bárki bárhol, akár a
szamár lét, akár az ember lét rám, akár pedig a földön elhelyezve, azért ugyanazok a törvények igazgatják az életét, és ami pedig ugye engem illet, hát gyerekkoromtól akartam egy ilyen átfogó dolgot írni, az elbeszélés is mindenki számára adott. Akarja, nem akarja, mindenki regény hős, regény szereplő és regény fogyasztó. Ha egyelet nem, akkor hallgatjuk gyerekkorunkban, amíg pesztrál minket a nagyanyánk, hallgatjuk a nagymamánk óriási nagy szerelmének, amit ő megélt 16 évesen, annak a történetét. És lehet, hogy ezzel az egy szerelmes történettel maradunk, ha csak mi is rá nem rímelünk saját életünkben egyet vagy kettőt, de én ezeket az elbeszélői, vagy regényírói, vagy teremtői aktusokról szőtt irodalom elméleti dolgokat, bár nagyon sokat olvastam, én azokkal nem értek egyet. És nem, hogy nem is használtam, nem értek egyet. És most is úgy gondolom, hogy a mesélés az egy ősi adottság, vagy megvan valakinek, vagy nincs. Maga az olvasás pedig hát egy olyanszerű dolog, hogy az olvasás alap aktusa számomra mondjuk szombat este egy öregasszony kinyitja a Bibliát és olvasgatja 14 éves korától 94 éves koráig. És azt érti, vagy nem érti, elejétől végig el sem kell olvasni, és akkor én is egy ilyen könyvet írtam, öt könyv, egy ilyen regényt írtam, egy ilyen regény folyamat ebben a Makalmaszutrában, öt könyvre van osztva. Az első könyvnek az a címe, hogy Fundamentumok könyve, és szinte egy ilyen klasszikus regény a román okkupáció alatt élő Budapestről. A következő, ennek már egy ilyen kálmaszotrás címe van, Csúcsok és pozíciók könyve. Hát ugye, hogyan is vannak a csúcsok és hogyan pozícionálták magukat emberek. Aztán a következő, és itt jönnek be a kamaszok a képbe, akik ugye az erogén zónákkal vannak elfoglalva, de közben militáris zónákban élnek, vasfüggöny mögött és más különféle zónák jönnek be a világtörténet résein az ő személyes kis életükbe, és ennek a könyvnek az a cím, hogy Zónák könyve. Aztán jön egy megint kálmaszotrás könyv, annak a címe Testbeszédek könyve. Na most ugye a test az egy igen beszédes teremtménye az Úrnak, és hát amit a test mond, az még a maga intimitásában is messzire hangzik, és itt van egy szutra, egy fejezet, amikor egymással beszélgetnek nők, ez különben ebben a regényben az egymással beszélgető vagy veszekedő nőknek a viselkedése alapvető. Én ezzel irodalomban nem igazán találkoztam, hiányoltam egész életemben, úgyhogy itt most bőségesen megvan, és az utolsó könyv a Fordulatok könyve. Tehát itt ez egy összefüggő, nagyon-nagyon összefüggő, összeálló, összekalapált, összecentrifugált történet, de ugyanakkor olyan egyszerű, vagy szerintem, elképzelésem szerint, ahogyan kiképtük egy Bibliát. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt a könyvet, mert nagyon jó történetek vannak benne, nagyon jó figurák vannak benne, tehát mondjuk Radó Béla, meg Karol Szegedi, hát ez egy fantasztikus, ugye Radó Béla, Orbé, és ahogy megtanítja Szegedi Karcsit a hajvágásra, és
az aztán milyen sikeres lesz benne, de rettenetesen jó történetek vannak, román szereplőkkel is, Vasile Lupu, aki igazgató és pártitkár története, viselkedése, tehát nagyon jó figurák vannak benne, de én most két embert emelnék ki ebből, az egyik, akiről mondtad, hogy főhős, Farkas Géza, és a másik a Korom Róbert, aki a barátja, és akivel gyerekkorukban mindent megbeszélnek. És mondtam, hogy alter ego ez a Farkas Géza, mert nem egy az egyben a szerző valódi életéről szól, hanem mondja, hogy ez egy regényben szokott ki szabadon formált sors, de sok valódi megtörtént élmény is van köztük. Az egyik, amit előtte kérdeztem, hogy Segesvár és Székelykeresztúr között 21,5 km a távolság, a regényben szerepel, hogy randevúra rohannak, ketten is, Korom Róbert kíséri Farkas Gézát, és 2 órával előbb indulnak, hogy odaérjenek Segesvárra a német lánnyal való randevúra. Tehát én azt gondolom, hogy Korom Róbert nem egy másik fiú, hanem ennek a bonyolult embernek a két megjelenési formája. Igaz ez? Az unokánk, a 18 éves Flegma Anna mindig úgy erre általában így válaszolna. Biztos, engem mindig zavart, hogyha önéletrajzi elemek csak azért, hogy önéletrajzi elemekként risszálják magukat, így szerepelnek regényekbe, hiszen ha valaki önéletrajzot akkor írja meg tényszerűen. Én ilyen esszéregényt is írtam, a Székely Jeruzsálemben minden igaz, amit ott akár magamról is írtam. Itt pedig már is egy dologra számítottam. A könyv megjelent már 3 hete, csak Erdélyben mutattuk be először, ugyanis nekem van egy ilyen adósságérzésem, a érzetem, és ez hajt engem, vezekelek. Amikor a Székely Jeruzsálem megjelent, akkor az első kiadás igen drága volt. És nem tudtuk elvinni Erdélybe, annak vagy 16 éve. És azt mondtam, hogy mikor újabb könyveim jelennek meg, akkor majd elviszük Erdélybe, és ott mutatjuk be. Tehát ezt a könyvet is úgy hirtelen bemutattuk Erdélybe, és aztán, ha van ilyen, akkor azt mondom, ott volt a főpróba, itt pedig aztán megy a véres valóság. Nem próbálja, hanem nem tudom mi. És Erdélyben engem zavart, hogy azonosították a Farkas Géza nevű szereplőt velem, aki ugye itt minden nagyon pontos, minden nagyon precíz. Tehát amikor városokról beszélek, akkor az tényleg úgy van, Segesvár, Kolozsvár, Vásárhely, Likcse, Pittsburgh, Dél-Vietnám, mert oda is el akar jutni Farkas Géza. Nem Észak-Vietnám? Észak-Vietnám, bocsánat, csak valahogy a dél jobban tetszik nekem már, és az elfogultságok öntudatlan kiáramlása. Szóval ez mind ellenőrizhető, és tudom, hogy más is ezt megteszi, Magda megnézte a térképen, azon kívül van itt egy fiktívnek vélt falu, Santa Maria, amit a románok meg akartak alapítani a Székelyföld közepén, hogy bizonyítsák, hogy románok élnek. Ez a Santa Maria is ott van, Székelykeresztúr és Galambfalva között. Itt semmi nem kitalált, de ennyire azért nem azonosítható velem a Farkas Géza alakja. Annyi viszont van, hogy én soha életemben regényekben nem használtam a Géza nevet. Mikor azt hallom, hogy Géza, akkor az utcán is kiáltják, hogy Géza, lehetünk 20 Gézák az utcán, mint a 20-an megfordulunk. Éppen ezért írás közben zavar. Na most már itt gondoltam, használom a Gézát, már csak azért is, mert nekem külön öröm volt
megírni a nagymamámat, aki itt mindig kell gondolkozzak, hogy mi a regénybeli neve. Szóval a nagymamámot, aki a Bolygó kislány című szutrá, Bolygó kislány szutrában szerepel, és amúgy pedig próbáltam erre a kamaszok által kitalált és őszintén megélt a rémnek az elvére egy világosabb és egyértelműbb kis fejezetet próbálok felolvasni, amely magyarázza, hogy ezek, miként, ezek a fiúk miként élték ezt meg. A címe a fejezetnek az, hogy összefüggés, de az, hogy össze, az zárójelben van, és a főcím függés. Nem véletlenül függés. Akasztuk fel magunkat mind a ketten egymás mellé. Korom Róbert azt akarta, hogy az apja Korom Árpád házának vajtajába kössük fel magunkat. A legszélesebb ajtót választotta, amely a tornácról a középső házba, a nagy vendégszobába nyílik. Az utcáról rálátni a tornácra. Minden járókelő láthatja majd a középső szoba kinyitott ajtaját. Mi pedig a nyitott ajtóban függenénk, minél magasabban. Jó magasra akaszthattuk magunkat, mert 2-9 éves gyerek egy nagy keretben, lábfejünk egészen fenn, szinte a kilincs magasságában nyújtózott volna, már megmerevedve a föld felé. Az útról ez is látható, a teljes kép, a két gyerektest egymás mellett. Mozdulatlanul holtan függünk két kötélen, egymással párhuzamosan, rímelve. Az elképzelés tökéletes volt. A képzelt kép élessége nem tompult az idő múlásával. Mindig hatásos volt a nagy ajtókeretben felakasztott két kisgyerek test. Legalábbis én, leülök, mert akkor jobban tudok kapozni elnézést. Legalábbis én, ha rágondoltam, mindig meghatódtam. Akik megpillantották, nehezen képzelhették, miként hajtották végre tettüket a gyerekek. Korom Róbert jól számított, mert mindenki a mester gerendára, de legalábbis egy gerendára akasztja fel magát, szobában, csőben, padláson. A háznak az utcára néző széles ajtója meglepő újítás, teljesen elképesztő, hiszen az ajtókeret felső része nem gerenda, nem lehet átdobni rajta és rákötni a kötelet. Korom Róbert gyűlölte az apját, azt mondta róla, hogy olyan, mint a náci Németország. A találó kifejezés nem tőle származott, hanem az olvasókönyvből vette. Ha valaki éppen a silóktól jön, akkor siló szaga van. Ha vízből jön ki, akkor csuromvizes. Korom Árpád sokáig élt a németek között, és csurom németes volt. Korom Róbert gyűlölte az apját és a náci Németországot, de ő is németesen pontos, kiszámított és találékony fiú volt. Az ajtó szemüldök fájába két hegymászó szöget csavaroztunk volna, és a két szögnek a két karikájára csomóztuk volna az istállókból szerzett köteleket. A nyakunkra szánt hurkok távolságát a felfüggesztési ponttól a szögekre csomózott kötélen céltudatosan mérte ki Korom Róbert. Arra is gondolt, hogy a kinyújtott kéz középső ujjának begével, már a kötélen lógva, ne érhessük el a hegymászószöget, és ne kapaszkodhassunk bele. Ha felakasztottuk magunkat, az legyen végleges, és ne legyen menekvésünk. A csorom németes állatot legszívesebben megvertük volna mi ketten, de 9 évesen. Korom Árpád egyet rúg belénk, és repülünk. Ha felakasztatásunk előtt a kezünket, és összekötözzük hátul a barom náci istállójából hozott kötéllel, akkor még azt is gondolhatták volna az emberek, hogy a párom náci német Korom Árpád akasztotta fel a két kölyköt ilyen akkurátosan a tornácon. Mi ezt üzentük nekik, az utcán járókerű embereknek. A kis Korom Róbert üzente ezt nekik. És biztosra vette, hogy gondolj még rám, a náci Németország barna az apja. Szerintem Korom Árpád nem gondolt a halott gyerekére. Addig sem gondolt rá, amíg élt Korom Róbert. Nekem gyakran, igen, állandóan eszemben van Korom Róbert. Éles az emlékkép,
hogy ott függünk holtan az ajtókeretben, és még ott, a képen is egy harmadik gyerekre, az 5 éves Bede Zoltikára gondolok. Zoltikának 2 sérülék volt a feje búbján. 2 pontban örvény lett a haja, nekünk csak szokásosan 1 pontban. Korom Róbert végül 16 éves korában akasztotta fel magát az ajtókeretbe egyedül, nélkülem. A szöget nem a 9 éves korunkban kijelölt helyére csavarta, egyúttal szabadon hagyva az én helyemet maga mellett, hanem középre. Emlékezetemben azonban az éles képen ketten függünk holtan az ajtókeretben, 9 évesen. De így magunkra nézve is először Bede Zoltikára gondolok, hogy meghalt 5 éves korunkban a harmadik társunk, aki mindenben rímelni akart velünk. Mi csak 9 évesen haltunk volna meg, ha felakasztjuk magunkat. De Zoltika nagyon korán, jóval előttünk már meghalt. Az üres szélünk játszottunk, ahol a cséplőgépet elvontatták. De ott maradt egy tartály, vasúddal kikötve egy szöveghez. A vasúd zuhant Zoltika lábára. Megtanultuk a szót, tetanus. 24 óra múlva Bede Zoltika halott volt. Most is halott. Mi, Korom Róberttel sokszor gondoltunk Zoltikára. 9 évesen az ajtókeretben, Korom Róbert mellett lógva is, én nem tudom, hogy miért, de Bede Zoltikára gondoltam. Talán mert ilyen közelről nézvést is olyan messze volt. Köszönöm szépen. Közben azon gondolkodtam, hogy Korom Róbert olyan elmélkedő típusú figurája a regénynek, Fodor Géza pedig a matematika iránt érteklődik, és el... Fodor. Jaj, nem, Farkas. Bocsánat. Wolf. Farkas. Wolf. Meg egyébként is. Igen. Tehát sok értelmű vezetéknél. Tehát a matematika iránt vonzódik, és az és erdőmérnök akar lenni, és lesz is talán. Hogy ebből a matematika biztos, hogy igaz. Az előbb mondtad, hogy, mert én kérdeztem, hogy az erdőmérnök az egy olyan fixa ideált, hogy miért olyan vonzó foglalatosság az erdőmérnöki. Hát tudod, ez részemről olyan urizálás. A Székelyföldön mindenki, engemet is beleértve, ács vagy asztalos. Tehát én bármikor beállhatok ácsnak vagy asztalosnak, ebből élnek az emberek. És aki ennél többet akar, az mehet erdésznek, erdőmérnöknek. Azon kívül az erdőmérnökivel is kacérkodtam, ugyanis ott nagyon sok matematikát lehetett tanulni, mégpedig alkalmazott matematikát. Aztán végül mégsem arra kavarodtam el, viszont a helyismeretem az ilyen szempontból tökéletes, tehát a brassói egyetem, az erdészmérnöki kar, stb. Abszolút hitelesen van itt jelen, és minden egyéb is igen hiteles. Én viszont ezt a bemutatót úgy képzeltem el, meg egyáltalán ennek a könyvnek minden bemutatóján azt szerettem volna, hogy az tudatomban ki is választottam 2 színésznőt. Én sok színésznőt nem ismerek közelről, hál' Istennek, de 2 igen, és mindig az ő hangjukon szerettem volna hallani ezeket a szutrákat. Marosvásárhelyen ez megtörtént, ottani színésznő szerelmem, ez csak ilyen Berekvéri Katus, zseniálisan olvassa ezeket a szutrákat. Az itteni színésznő szerelmem nevét nem mondom, mert a férje kupán vág, de remélem, hogy közelebbről ő is majd felolvas. És arra a kérdésre pedig, amit mindig így visszatérsz, meg mások is visszatérnek, és nem tudják, hogy akkor ezt most lehet tőlem kérdezni, vagy nem, hogy miért ennyi női alak, és ennyire belülről ábrázol. Hát én nagyon őszintén meg kell mondanom, hogy én egy női elvű pasas vagyok. Én a
nőknek az életben sokkal nagyobb szerepét láttam, mint sem a férfiaknak, legalábbis akkorát. Engem gyerekkorom, mikor én kicsi gyerek voltam, nekem négy nagymamám, élt négy nagymamám és két dédnagymamám. Tehát rám hat öregasszony vigyázott, Pestrán. És ezeknek az öregasszonyoknak mindegyik 80-90 életét. Ezeknek a történetei, a férfiak világához való viszonyát, én ebben nőttem fel. Ez feltelten látszik is rajtam, de ha nem látszik rajtam, akkor látszik a könyvön, és most egy, van még idő arra, hogy egy szutrából egy részletet felolvassak, ahol az érettségiző lány elmegy és megkeresi az édesapja szeretői egy román tanárnőt. Benkölirinek hívják a lányt. Benkölirin nem értette. Már nagy lány volt, de még mindig nem értette az édesanyját, akit a részegen is joviális Szegedi Károly ritka feldődéseiben irgalmatlan acélkancának szokott nevezni. A szeszélyes Benkő Ella félig meddig és olykor együtt élt a legelső férjével, aki újra feleségül vette volna. De a kiismerhetetlen konokasszony nem akart hivatalosan férhez menni egykori férjéhez, gyermekei apjához. És kíméletlenül megakadályozta, hogy a nők között hányogó férfi bárki feleségül legyen. Miért? Erre sosem felelt az acélkanca, csak makacsul vágtatott, konok vágtában taposta volna le Cácá Líviát, akinél túl sokszor leragadt a nőtől női csellengő, Szegedi Karcsi. Lívia Popovics szemtől szembe megesküdött Benkő Ellának, hogy egyáltalán nem áll szándékában férhez menni, a különben nagyon szimpatikus Károl Szegedihez, csupán olykor igénybe veszik egymást a férfival. De lehet hinni egy ármányos, kifinomult Lívia Popovicsnak, lehet bízni egy Cácá Líviában? Benkő Ella nem bízott benne. Benkő Lili szerette volna szeretni az édesapját is, az édesanyját is, szerette volna ismét összeházasodnak, és jelentkezett magántanulónak Cácá Líviánál, aki a Károl Szegedi kislányát a Szegedi Karcsi nőjétől kiáró örömmel fogadta. Az érettségére készülő Benkő Lili román nyelvből és irodalomból kért segítséget a tanárnő végzettségű Lívia Popovicstól. A folyamatosan megvított betegnyugdíjából, óraadásból és fordításból nagyvilági életet élő szépasszony rögtön szívébe fogadta a szorongó, de elszállt lányt, pedig Benkő Lili egyből támadott és számon kért. Lívia Popovics édes gyümölcsülítmény, dulcsászat tett a lány elé, hozta a Café Lucát is, és saját, titkos, de neked elárulhatom, recept szerint készült török kávé mellett hárított. Nem akar ő semmit a drága Károl Szigeditől. Ő, Lívia Popovics, bár már nem nagyon fiatal, de még egyáltalán nem öreg, csupán élvezni akarja az életét, ha már legalább azt meghagyták neki. És ehhez csak olykor, alkalomszerűen szükséges ez a drága Károl is. Na de nem örökké. Cácá Lívia mindezt tisztán és őszintén közölte a Benkő Lili anyukájával, javasolta neki, hogy hát akkor menjen feleségül a Károlhoz, ha meg nem. Mint nő a nőhöz úgy szólok hozzá, drágám, mondd meg te is, kicsi, ha nem akar férhez menni hozzá, akkor miért nem engedél el a Károl? Ne uralkodjon rajta, mert ide, drága, ez nem fog már nagyon sokáig menni, mert nem engedi már ezt a Károlban felgyűlt sok keserűség és sok konya. Cácá Lívia nagyon édes pellikört is hoz. Akkor az első óra anyaga. A cáca ősi román szó, érett és disztinguált finomúri nőt jelent, így hát nincs okom kifogást emelni a használata ellen, esetemben sem. Tehát én tudom édesen, mikor kell picinke, nagyon finom megdikőrrel megkínálni egy ifjú lányt, akinek két-három kortyocskát ki kell hőlimíteni a pohárból,
amelyben amúgy is csak szimbolikusan kevéske mennyiségben van jelen ez a par excellence minőségi nevű egészségünkre drága is tegeződjünk, és beszéljünk őszintén, mint barátnő a barátnővel, akik között közös érdekű dolgokban nincs titok. A picinke megyrikör után Cácá Lévia szárazon megállapította. Inkább a karcsit kellene megmenteni. Az édesanyád ez idő szerint menthetetlen. Megismételte. Ez idő szerint. Én köztük élek, a kedvem tartja, tovább állok, és ott élek, hol kedvem tartja, de éppen most éppen itt megfele, Bukarest, a nagyváros és a vidék között szabadon. A húgom, Otilia Popovics, aki most a férje, a Lévi után, Otilia Dragomirescu, ugye szép hangzáson él, a lány is szép, én is szép voltam, még mindig az vagyok, köztük vagyok, és köztünk nincs titok drága, és felkészítelek a román nyelv grammatikájából, az fontos. De fontos tudnod, amit a te korodban és a te helyzetedben tudnod kell. Nem lehetsz olyan, mint hangsúlyozom, ez idő szerinti állagában, nem lehetsz olyan, mint az édesanyám. Ez idő szerint el sem tudom képzelni, hogy mit miért titkol. Drága, te felnőtt nő vagy. Tudod, hogy a Károlunk nálam is, velem is van. De már azt is tudod, hogy nálam ideiglenesen, átmenetileg. És a karcsi innen tőlem gyakran átmegy az Ellához. Anyádot is tarthatnám? Nem tartja. Rendszeresen lefekszik a Károllal. Mesélj a múltkor a Károl, mert ha nem akarom, akkor is mindent tudok, drága, és egyszerűen neked is meg kell tudnod. Szóval a javár legyen írva, az Ella élvezte. De nem akar, hogy ezt tudja a Károl. Na de egy olyan férfi előtt, mint a karcsi, egy élvező nő nem titkolózhat. Sose titkolóz, drága. Szóval ott van karcsink, az Ella titokban élvez. Az anyád persze hiába titkolta, nyíltan elélvezett. Kis élvezés, nem egy nagy, na de ó, azt mondja a karcsi, nem vitásolj, ó. Mellesleg szakavatott kézben, és nem dicsekszem. Kitűnő hím a karcsi, a papám, kitartó. És beszélni kezdett szegény drága karcsink, a mérték tartom elélvezett anyádban. Mondani akart valamiket. Mondani valói voltak neki, nem csak tülekedni a farkával bele a nagyvilágba, hanem érzelmes férfiként mondani akar, felszabadultam, szabadon. Sétáltatni szabadon a szavakat. Ah, tudod kicsim, persze, hogy már tudod. Ilyenkor azt is szabad ám mondani, hogy te kurva, meg ilyesmik, hát azért szabad legalább egymásban a világ. Különben pedig kötelező másképpen érteni sok mindent, amit ilyenkor hallasz. Mindent mondhat szabadon, de kötelezően szép kell érteni a durvaságot is. Persze, nem mindenki adja durván a finomat. A kacsi pláne nem, ő nem, ő aztán nem. Ő szépeket szokott mondani. És a mamád ingerülten rárivalt. Hallgass, bennem vagy, de pofáz! És a papád száját is befogta durván tenyérre. Ezek a magyar nők mind ilyen primitíven durvák. Legalábbis ez a generáció. Jól van kicsim a ti generációtok, talán már nem ilyen tapló, hogy befogja a férfi száját szó szerint tenyérre. Na most képzeld el abban a fensőséges, tanítónén is hangnemben az Ellát. Én mondom, hogy rosszul feküdt ezúttal is ez a nő, és még a papád száját is befogta tenyérre. Mire szegény Károlunk, hogy mentse a helyzetet, beszippantotta anyát egyik ujját, de ez az új nem volt erotikus. Hát levénult Károlunk, de szerencséje. Hát az mindig volt a karcsinak, mert éppen adott állapotában, tehát általában merevedett állagában bénult meg a veszélye. Így aztán dugattyúzhatott vele az érzéketlenül bénuló, de kemény distinkciójáját, akár a világ és az idők végezeteig. De csak a bocsáss meg az igazságot, csak a vide picsa anyád végéig, mert Ellánk végül a nagy légő csendben végérvényesen elélvezett, elment. És a karcsi fegyelmezette, udvariasan utána lőtt. A hülye primitív anyád azt hitte, kinyifantotta a Károlt. A karcsi felkelt az ágyból, és mint akit megkorbácsoltak párgyűlés előtt is, párgyűlés után is, megalázottan viselte, hogy ford benne a mindennapi próza. Na de most lírai hőfokon. Majdnem kisűített belőle a sértett, megalázott, és ezért joggal durva próza. És eljött hozzám a drága Károlt. Mit tehetnék ilyenkor, kicsi? És meg kell mondanom, hogy bennem nagyon otthonosan éreztem magát. Hát persze,
Nem cipálják ki a pártgyűlés közepére, hogy közben is figyelmeztessék, pafa be! Ennek ellenére nagyon elismerően beszélt a Károly az édesanyjáról. Azt is elmondta szegény Karcsink, hogy Ellán különben marhára nagyot fejlődött. A hüvelyszorítása már az Otilia Dragomirescu-éval vetekszik. Ez pedig nem akármi, nekem elhiheted, mert tudom, amit tudok. De tudjad, hogy nagyon pozitív ember az édesapám. Kibeszélte magából a megalázottságot. És aztán megnyugodva megint hazament az anyádhoz. És pirkadatkor zsúg bele megint a mamádba. Megjegyzem, én a helyében nem tettem volna. Nem tartottam vissza, drága. Ő tudja, mit akar, ha tudja. Neked megtudnod kell, drága. A román nyelvtant menni fog, garantálom, és tudnod kell, mi történik a tieiddel. Mert az egy kicsit veled is történik. Nem ne keseredjél, drága. De gondolkozz. Ebben az alakzatban csak az én szegény idióta édesanyám, acélhangja, süvit felénk. Mondta volna Benkő Lili, de Cáca Lívia élénken rúzott szájára helyezett mutatójával intette. Csak gondolkozz, ne beszélj, akkor nem kell megbánnod. Benkő Lili arra gondolt, hogy hajnalban hazatérve az édesapjának, miközben Benkő Ella acélkancateste megfeszült, bizonyosan arra kellett gondolnia, milyen jól beszélgetett Cáca Lidiával. Miközben édesanyám úgy szorítja össze a konok száját, mint ahogy a körmeimet vágta kislánykoromban, és én is hiába sírtam. Az acélkanca vágta, és magamra hagy. Ez nagyon jó volt. Köszönöm szépen. És akkor már tulajdonképpen egy kérdés van csak hátra, hogy férfi regény, vagy női regény? Tehát, hogy úgy éreztem, hogy a nők tényleg elfogultan szépnek, és okosnak, és határozottnak látod. Nagyon sok okos nő van benne, nagyon sok diplomatikus nő van benne, nagyon sok szép asszony van benne. És a férfiakat kicsit, mintha kiszolgáltatottabbnak érezném ebből a könyvből, mint a nőket. Lehet, hogy így van, viszont a számomra emlékezetes Pompéri Konstancia azt mondja az első világháború után Perle Micinek, hogy Micikén, már nincsenek is férfiak, vagy elestek a háborúban, vagy kivonnak a temetőben. Úgyhogy erről a korról írva, hogy is mondjam, a valóság is megtámogatja azt, hogy inkább itt emlékezetes nő alakok legyenek, de szerintem vannak férfiak, és én azt hiszem, hogy olyan arányban, mint ahogy az életben is egymáshoz tartoznak, és az élethez tartoznak, és ránéztem az órára, van még nem tudom, 2-3 perc, és mert ugye pontosak vagyunk, miként a rény. De még egy kérdésem van. Közben eszembe jutott még egy fontos kérdés. Igen. Mondja most? Persze, én megválaszolom, de utána fel akarok valamit olvasni. De mondjad a kérdést. Majd utána. Hát a könyvnek az utolsó rövid egyoldalas fejezetét olvasnám föl. A szutra az egyúttal azt is jelenti, hogy tanítás, és nem akarnám úgy zárni ezt a könyvbemutatót, hogy a könyv utolsó fejezetének a tanítását ne olvasnám fel. A fejezet címe Visszadatált fogamzásom. Ne szülessél szeptemberben. Azt jelenti, hogy részegen, véletlenül csináltak a szilveszteri buliban. Én már sokat látott 45 éves nő vagyok. És nincs pasim, nincs férjem. Decemberben születtem, nagyon régen, akkor még az édesapám tapasztalatlan, de azért adjuk meg, művelt bikabornyú volt. De így visszanézve rájuk a szüleimre, én szívesen születtem volna egy kései, öregkori közösülésünkből, amelyekkel édesanyám már nem csak kimondottan zárkörben panaszkodva dicsekszik. Hát ez öregkori szeretkezéseik valamelyikét választom, születésem origójának, kiinduló pontjának.
amikor már édesapám nem akarja megölni az édesanyámat, amikor 20 000 nő közül őt veszi le a polcról, mint a Bibliát, hogy kinyissa, felcsinálja és megcsináljanak engem Farkas Jolánt, akit elhagyott egyik férje, aki elhagyta a másik férjét, akinek semmi nem sikerült, de szereti azt mondani a gyerekeinek, na, szeretem azt mondani gyerekeimnek. Ti szerelemből születtetek, egyik őtök decemberben, másik februárban, és nem a rohadt szeptemberben. És szeretném, ha továbbadnád minden gyerekednek, ne szülessél szeptemberben. De ha mégis szeptemberben születnél kicsim, akkor meg te vagy a kivétel. Nagyon jó volt. A kérdésem pedig, az utolsó kérdésem, az arra vonatkozik, hogy nagyon sokszor, sőt végig a könyvben, tehát a 20. században mondhatjuk végig, az volt a jelszó, hogy mindent elvehetnek tőlünk, mindent, kivéve a szerelmet, a szeretkezés örömét. Tehát a végén, amikor már vége van, ugye már a konduktor működésének, működésének is, akkor azt mondják, hogy már nem is olyan jó a szeretkezés, mert hogy valami ellen, hogy valami ellen feszülve történik az a szeretkezés, akkor az már nem is annyira érdekes, hogyha nincs ellenállás. Ez volt az ellenállás. Hát ez egy speciális helyzet a regényben, amilyen abszurd és komikus, annyira valószerű. Az a címe a fejezetnek, hogy Szabadságszútra. Amikor ez a Szegedi Károly elmondja, hogy miért Szegedi Károly be volt zárva. Kiengedték, ott hagyta a felesége, az acélkonca is így tovább, de ő szabadnak érzi magát, mert idézem, a farkát nem vehetik el tőle. Bár lehet, hogy ebben is tévedett, de hát azt meghagyták neki, és aztán rendeződik az élete, többé-kevésbé, meg következik a rendszerváltozás, és utána megtalálja is a hivatását, fodrász lesz, fodrász vállalkozó, stb. Különben ezzel a hajlamával tudta átélni az élete utolsó előtti szakaszát, még a kondukátor alatt, és akkor panaszkodik a hölgyeknek, hogy ez még semmi. De hová tűntek a nagy ellenálló kefélések? Ezzel a költői kérdéssel azt nem zárhatjuk is a találkozót. Köszönöm szépen mindenkinek, és ha sajtó itt lévő képviselői tisztelet példányért, recenziós példányért jelentkezzenek el a fekete pulóveres, piros sálos hölgynél, aki különben az én első feleségem. Ez idáig első, és még mindig első. De tudok számolni. És köszönöm mindenkinek a jelenlétet. Köszönöm szépen. Dedikáltatni is lehet. Akkor az első, akkor kellene.